Megtartották az utolsó osztályfőnöki órákat a Budai Nagy Antal szakközépiskolában. A végzősök utoljára ülhettek diákként az iskolapadokba, mielőtt felsorakoztak az iskola zászlója mögött. Arcukon keserédes boldogsággal vonultak az udvarra, ahol szüleik, tanáraik és harmadéves tanulók vártak rájuk. Balogh Tamara, pedagógia szakos tanuló ezekkel a szavakkal foglalta össze érzéseit. Keserédes érzés, mert szomorú is vagyok, hogy elmegyünk, meg itt vagyok az osztálytársakat, de örülök is neki, hogy legalább vége van ennek a 4 évnek. Milyen volt ez az elmúlt 4 év számodra? Vegyes. Sokat nevettünk, de nagyon sokat kellett tanulni. Sokat kirándultunk, meg főztünk, bográcsoltunk, minden volt, sok élmény volt. Emlékekről meséltél most nekem. Mi az, ami a legjobban megragadt ez alatt a 4 év alatt? Hát az utolsó kirándulásunk, Sátoraljaújhely környékén voltunk 2 napot, és ott szerintem ott kovácsolódott össze az osztály legjobban. Hiányozni fog számodra ez az osztály? Nagyon, mert azért így a 4. évre nagyon megszerettük egymást, és ami régen volt, a sok veszekedés, az emellett eltörpül. Mit gondolsz, mit fog jelenteni számodra a jövő szempontjából, hogy ide jártál ebbe az iskolába? Ha ilyen vonalon szeretnék tovább menni, akkor szerintem elég sokat, mert megalapozta a jövőmet. Ballagó tarisznyák, virágcsokrok és léggömbök. A ballagási ünnepség kellékei, ám a diákok számára olyan tárgyak, amelyeket megőrizhetnek emlékül középiskolás éveik lezárásáról. Szinte mindegyikük azt mondja, sosem felejti el az itt eltöltött éveket, ahogyan tanáraik sem. Lévai Katalin Csilla 1,5 évig volt osztályfőnöke a közgazdasági szakmacsoportnak. Valahol valami megszűnik számomra, de valami újra születik a gyerekek számára. Igaz, hogy az életüknek egy szakasza lezárul, de én bízom benne, hogy a továbbiakban elérik a céljaikat, tovább tanulás, munkahely, és minden olyan más egyéb dolog, ami fontos az életükben. Remélem, hogy mindig minden körülmények között emberként fognak viselkedni. Meséljen egy kicsit nekem a mindennapokra, amiket eltöltöttek itt együtt. Gyakorlatilag én az osztályt 1,5 éve vettem át Dúrika tanárnőtől. Nehéz volt átvenni őket, mert egy összeszokott csapattal álltam szembe, de végül is én azt hiszem és azt gondolom, illetve bátran kijelenthetem, hogy sikerült megtalálnom az osztállyal a közös hangot, tehát közös nevezőre tudtunk jutni. Említette, hogy nehéz volt az átállás, illetve megszokni, hogy ön az osztályfőnök. Tudna mesélni nekem szép emlékekről is? A közös osztálykirándulásunkat feledhetetlen élmény volt számomra. 2 napot töltöttünk Szilvásváradon. Az első nap, az első estén közös főzés volt, beszélgettünk, énekeltünk, illetve visszagondoltunk az elmúlt évekre, felemeltettük a korábbi emlékeket, amit a volt osztályfőnökkel, Dúrika tanárnővel töltöttek, és aztán beszéltünk a terveikről, az álmaikról. Mit jelent a diákok számára ez a mai nap? Véleményem szerint egy új kezdet. Tehát lezárul az életükben, tehát maguk mögött hagyják a középiskolai tanulmányaikat. Na most ugye jön egy következő szakasz, az érettségi. Én mindenképpen bízom benne, hogy ezt az akadályt is ügyesen fogják venni, hisz mindenki a tőletelhető tudásával, szorgalmával igyekeznek majd helyt állni a vizsgán. Hiányozni fog önnek az osztálya? Hiányozni fognak, nem is tagadom, mindazok ellenére, hogy csak 1,5 évet töltöttem velük, mert megígértem önmagamnak, hogy nem lesz szomorú a szívem, mert ilyenkor ugye örülni kell, de azért ott vannak. Ahogyan az iskola udvarán felsorakoztak a diákok, arcukon megjelentek azok az élmények, tapasztalatok, emlékek, amelyeket az elmúlt 4 évben szereztek. Kitűnő tanulók tanulmányi versenyen szerzett kimagasló teljesítmények szakmacsoporton belül, ezek jellemzik az idei osztályok érdemeit. Nagy örömmel mondom, hogy sokan vannak. Tehát akár a sportterén, kultúra terén, tanulás terén is. Büszkék vagyunk erre az évfolyamra. 6 kitűnő tanulónk van, ami pályát ritkítja az elmúlt évekhez képest, hogy sikerült kitűnő tanulónak lenni. Van egy rendészosztályunk, amely rendészversenyen vett részt, országos versenyen. Ők első és összetettben 8. helyezést értek el. Van néhány olyan sportolónk, aki szintén
a női labdarúgásban tevékenykedett. Van benne atléta is, meg a helyi iskolán belül szereplésük, amely szintén színesítette az életüket, valamint azok a gyerekek, akik tanulmányi eredményeikért még pluszba, tehát nem kitűnő tanulók voltak, hanem 4,6, 4,7, 4,9-esek, és ez jellemző mind a három évfolyamra, tehát a pedagógiára, a közgazdaságira és a rendészre is. A ballagási ünnepség a fiatalok számára a középiskolás évek lezárását jelenti. Ugyan még előttük áll egy komoly megmérettetés, az érettségi vizsga, de 87 tanuló számára visszahozhatatlanul megváltozik az élet. A legtöbben tovább tanulnak, mások megismerkednek a munkavilágával, de mindannyiukra vár az új környezet és az új kihívásokkal járó felnőttek élete.